Natus in Betlehem, gyermek született Betlehemben. Hadd toljam meg azzal, amit néhány feldolgozás egy kicsit bővebben hoz, mégpedig ezekkel a bővített szavakkal, bővített mondattal. Puer natus est nobis in Betlehem. A latin nobis azt jelenti, hogy nekünk. Gyermek születik nekünk Betlehemben. Az előbb idéztem Ézsaiás prófétát, gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Ez is beteljesedik, Mária és József mondhatta, nyilván mondta is, gyermek született nekünk. Ki az a nekünk? Mária egy egyszerű szolgálólány. Aki egészen fiatalon még nem lett volna kész a szülésre, de a csodát be kellett fogadnia, mert Istennek így tetszett. És József, ő is azt kell, hogy mondja, hogy gyermek született nekem, nekünk. Pedig én el akartam bocsátani Máriát. Pedig én azt gondoltam, hogy skandalum történt, hiszen úgy lett terhes, hogy nekem ahhoz semmi közöm nincsen. Micsoda botrány. És mégis, egy kicsin gyermek, ahelyett, hogy elágaztak volna az utak, elbocsátotta volna József jegyesét Máriát, inkább összekapcsolta őket. Milyen jó, ha a gyermek, Jézus, összeköti az egymástól talán távolodó embereket, házastársakat, barátokat, gyülekezeti tagokat. Milyen jó, ha Jézusra tudjuk azt mondani, hogy ő az, aki összeköt minket. Ez a minket és ez a nekünk született igazán vigasztaló szócska, ugyanúgy, ahogyan az utolsó vacsorán is Jézus azt mondja, ez neked adatott. Vagy az utolsó lehelletéig is azt mondja a kereszten, hogy ő értünk adja oda az életét. Jézus szeretetének születésétől kezdve haláláig menően mindig iránya van. Jézus szeretetének iránya mi vagyunk az ember. Gyermek születik nekünk Betlehemben. Legyen ezért Jézus is a miénk, a mi szívünkben, a mi családunkban, a mi életünkben, a mi közösségünkben. Ezért adjunk hálát idén adventban, idén karácsonykor is az ő születéséért. Amen.